Az elmúlt időben a klub körül kialakult helyzetről tartott szurkolói tájékoztatót az UTE vezetése. Az újpesti tornaegylet az elmúlt időszakban történt események hatására döntött, meghívja Újpest ultráit és szurkolói csoportjait, valamint a stadion rekonstrukció kivitelezőjét, hogy tájékoztassa az érintetteket a folyamatban lévő időnként nagy port kavaró ügyekről. Őze István klubigazgató bevezetőjében a kialakult helyzetről tájékoztatta a résztvevőket. Tételesen cáfolta az UTE-val, illetve a stadion felújítással kapcsolatban a sajtóban megjelent állításokat. Elmondta, hogy az UTE sem megrendelője, sem kivitelezője, sem műszaki ellenőre a stadion felújításának. Kijelentette, az UTE-nak is érdeke, hogy a stadion mielőbb a legmagasabb minőségben szolgálhassa ki a nagycsapatot és a közönséget. Őze megerősítette, hogy az UTE, mint az egész Megyeri úti létesítményrendszer, így a Szusza Ferenc stadion törvény által kijelölt vagyonkezelője, a korábbi NSK által szabott feltételekhez hasonlóan bérbeadja a stadiont a nagycsapatot üzemeltető Kft.-nek.